Sziasztok, üdv újra a csatornámon! A mai videóban gyönyörűségeket fogok mutogatni. Na jó, valójában ruhákat fogok mutogatni, de gyönyörű ruhákat fogok mutogatni. Itt van az esküvő szezon, mindenki férjhez megy, csodás esküvőket tartanak minden hétvégén, és arra gondoltam, hogy ezen felbuzdulva készítek egy olyan ruhás videót, amiben kifejezetten esküvőre való ruhákat szeretnék megmutatni nektek. Négy ruha fog szerepelni a mai videóban, mindegyiket a Bella Barnett webshoptól rendeltem. Én ezt a webshopot évek óta nézegetem, hogy úristen, mennyire csodaszép ruhák vannak ott, és már nagyon-nagyon régóta vágytam rá, hogy rendeljek onnan ruhákat, most sikerült négy darabot beszereznem. Mind a négy teljesen különböző színre, stílusra, szabásra, fazonra, anyagra, de mind a négy ruha egyedi és különleges. Úgyhogy, ha érdekel titeket, hogy milyen ruhákat vennék én most fel egy esküvőre, akkor tartsatok velem. Ahogy a beköszönőben említettem, a ruhákat a Bella Barnett webshoptól rendeltem, tehát bellabarnett.com. Ott mindenféle stílusú, fazonú és méretű ruhát megtaláltok, vannak ezen kívül kiegészítők is, fürdőruhák is, táskák. Szóval viszonylag be tudtok szerezni mindent a tökéletes outfithez. A szállítás az körülbelül egy ilyen két hetet vett igénybe, tehát külföldről jönnek a ruhák. Azt nem tudom, hogy mi osztal, talán GLS, vagy DPD, vagy Express van, mindegy. És 99 dollár felett ingyenes a szállítás, de körülbelül ott vannak a ruhák árban, tehát rendeltek egy ruhát és meg is van. A ruhák mindegyike XS-es méretű, én mindig el szoktam mondani, hogy én 163 cm magas vagyok, kb. 48-49 kg, tehát kb. XS-es, SS darabokat hordok, és mindegyik ruha jó lett méretben. Egy olyan van, amin lehet, hogy alakítani kell egy kicsit, de majd azt is mutatom. Van egy kedvezménykódom ezúttal is, ki fogom írni a képernyőre, be fogom rakni az infoboxba, amivel 15% kedvezménnyel tudtok rendelni, hogyha még gyorsan be kell szerezni egy ilyen szuper csinos, lögös, elegáns ruhát, akár egy esküvőre. Na de nézzük a ruhákat. Az első ruha egy kétrészes szett, tehát külön van egy felső része és egy szoknya. A szoknya végig cipzáros, ez egy aranyszínű szett, tehát van neki egy ceruza szoknyája, ami hátul végig cipzáros. És van egy felső rész, ami pedig ugye itt cipzáros, és ugye a nyakadba kell akasztani. Ez egy elég rugalmas anyag, elég vastag, és ugye a ceruza szoknyáknál felmerül a kérdés, hogy hogy tudsz benne mozogni, ezért, hogy alulról is cipzáros, így könnyebben tud benne a lábad mozogni, tudsz benne sétálni, akár futni, ha szeretnél. Tökéletesen jó lett méretben, ezt én már nagyon régen kinéztem ezt a szettet, tehát már tavaly nézegettem ott ruhákat, és én már akkor kiszúrtam ezt az aranyszettet, hogy egy ilyet szeretnék, mert ezek nekem azt gondolom, hogy viszonylag jól állnak. A felső részénél van egy annyi apróság, hogy egy picit itt eláll ez a nyakba akasztós rész, itt mell felett, de ott szerintem pár apró öltéssel lehet ezen segíteni, de lehet, hogy elviszem majd varrónőhöz. Ettől függetlenül nagyon tetszik ez a ruha, nagyon szép, és 74 dollárba került, XS-es méret. Nagyon nagy like. A következő egy ilyen mintás zöld nyári ruha, aminek extra ugye itt a felső része, látjátok a kis videón. Hát így annyira nem tudom megmutatni itt a képernyőn, mert ugye ilyen mindenféle módon be kell kötni, hogy ez működjön. Ennél van egy olyan apróság, hogy borzasztóan hosszú lett, tehát mindenképpen fel kell aljasztatnom, vagy le kell vágatnom az alját. Dupla rétegű egyébként a szoknya, tehát van egy ilyen zöld alsó szoknya, itt látjátok, és van egy ilyen muszlin anyagú hosszú felső szoknya, ez is XS-es, és mondom az árát, 69 dolláromba került, és biztos, hogy fel fogom menni, mert gyönyörű, ha levágattam az alját, mert jelenleg nem tudok benne menni, mert annyira hosszú. A következő darab az egy ilyen krémszínű, gyöngyös csodaruha. Talán ezt tetszik egyébként a legjobban, legalábbis abszolút szerelmes lettem, mikor felpróbáltam, meg mikor megláttam.
Én most leszettem róla a pántot innen a mellrészről, de ez van egy gyöngyös pánt is. Itt vannak egyébként. Sőt, kapsz hozzá egy tartalék gyöngyös pántot is, amivel ide tudod fogadni, de nekem tetszett így pán nélkül. Itt van benne egy szilikon, hát igazából csík, ami ugye jobban tartja a bőrödön, tehát én nem éreztem szükségét annak, hogy pántot rakjak fel hozzá. Aki nem szeret fehéret venni esküvőre, mert hogy nem illik, az lehet, hogy nem választaná ezt a ruhát, de ez alapvetően egy bézs ruha, nem egy fehér ruha, szóval szerintem ez még belefér egy esküvőn. Gyönyörű szépek ezek a gyöngyök rajta, és nagyon izgalmas ez a kivágás itt a derék résznél. Szerintem tökéletes méretben, mondom az árát, ez 121 dollárba került, tehát ez volt a legdrágább darab egyébként a 4 ruha közül, és biztos, hogy fel fogom menni, de azt még nem tudom hova, mert most már nem fogok menni esküvőre, és egy sima, nem tudom, buliba nem mennék fel egy ilyen ruhát, tehát, hogy tényleg valami különleges alkalomra fogom tartogatni, de ha felveszem, fogjátok látni. Menjünk tovább. Az utolsó darab pedig egy gyönyörű szép élénk narancsárga, plisszírozott, szoknyás, mélyen dekoltált, mini, már viszonylag rövid, hosszú ujjú ruha. Mikor láttam a képeken, akkor nagyon megtetszett, főleg a színe miatt, én nagyon szeretem a narancságát, vagy ez inkább ilyen koralpiros, nem is narancságának mondanám, pláne ebben a fényben. Ez 67 dolláromba került, ez is XS-es méret. Hát ennél van egy olyan apróság, hogy ugye látjátok, hogy ez ilyen derékig kivágott darab. Na most a külföldi sztárok ezt úgy szokták megoldani, hogy van egy ilyen ragasztó csík, amit ugye ide ragasztanak, vagy valahova itt a felső testükön, ahol oda tapasztják a ruhát. Nekem nem volt itthon ilyen csík, szóval nem volt egyszerű felvenni, de be fogok szerezni egy ilyet, és nem fog visszatartani a milyen dekoltált kialakítás attól, hogy felvegyem, vagy az is lehet, hogy össze fogom itt varratni itt ezt a részt, mert nyilván ez sem megugorhatatlan feladat, vagy egy varrónővel, de szerintem én magam is össze tudom ezt úgy varni, hogy szépen ne legyen ennyire mélyen dekoltált, majd meglátom. Mikor felpróbáltam, nem is, mikor megérkezett elsőre, kicsit aggódtam, hogy túl sok lesz itt ez a fodor is, meg plisszírozott is, meg a szín is, meg minden is. De aztán úgy felpróbáltam, és úgy megnéztem a felvételeket, és rájöttem, hogy egyébként abszolút tetszik magamon. Főleg azért, mert ilyen élénk a színe, és szép ez az anyag, ugye ez is egy ilyen musztin anyag, több rétegből áll, és mint említettem, 67 dollár volt, és XS-es méret. Jó! Ezt a 4 ruhát szerettem volna nektek megmutatni. Írjátok meg nekem, hogy melyiket vennétek fel egy közelgő esküvőre, melyik tetszik, és melyik nem tetszik, és miért. És szerintetek nekem melyik áll a legjobban. Jó, ne felejtsétek el a kuponkódot, linkeket a ruhákhoz megtaláltok az infoboxban, illetve a webshophoz tartozó linket ugyancsak. Remélem, hogy tetszett ez a videó, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot. Megtaláltok a legtöbb social media platformon, Instagramon, TikTokon, ugye itt YouTube-on is rendszeresen jelentkezem, illetve a Facebookon is. Most pedig búcsúzom, mert megyek és filmezni fogok így ma este, szombat este. Egyedül vagyok, úgyhogy vár az HBO Max, és szerintem a Sárkányok háza teljes évad, ledarálom. Sziasztok!